Fényképezőgép két rendőrmotor felé fordítva a szekszárdi Garai téren, néhány méterrel arrébb rendőrök, rendőrautók és egyre gyülekező helyiek. Júliusban készültek ezek a felvételek, akkor, amikor a Tolna megyei rendőrfőkapitányság az úgynevezett Day and Night Challenge kihívást teljesítette. A kihívást a budapesti rendőrfőkapitányság hirdette meg, és az összes megyei főkapitányság teljesítette. A lényege az volt, hogy a rendőrök videókon keresztül mutassák be a lakhelyük egy szép pontját, napközben és éjszaka készült felvételekkel, hogy így népszerűsítsék a rendőrök munkáját, valamint a belföldi turizmust. A kisfilm készítése az majdnem egy fél napot igénybe vett, egészen délutántól a késő esti órákig kint voltunk a helyszínen, az állampolgárok ott voltak velünk, egy jó hangulatú eseménynek lehettek részesei azok, akik ebben részt vettek, és itt szeretném megemlíteni azokat a kollégákat, akik a munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a kisfilmet el tudtuk készíteni. Az Országos Rendőrfőkapitányság részéről Antal Norbert és Lukács Norbert operatőrök voltak azok, akik a kisfilm elkészítésében segítettek, valamint a három főszereplője a kisfilmnek a rendőrök közül Nagy Ferenc rendőrfőtörzászlós, ő a Simontornyai rendőrőrsön teljesít szolgálatot körzeti megbízottként, valamint kettő motoros járőrünk, Siklósi Csaba és Borla László voltak azok, akik ebben a kisfilm elkészítésében részt vettek. Ez pedig már a kész videó, amit a Facebookon szavazók az ország legjobbjává választottak. A felvétel több szempontból különleges. Egyrészt, mert a benne szereplő Nagy Ferenc a legrégebb óta, 36 éve Tolna megyében közterületen szolgáló rendőr, de egyedi a videó attól is, hogy azon sok szekszárdi is megjelenik, boros pohárral a kezében a rendőrök mellett. Szerettük volna már a kisfilmben is azt sugallni, hogy az emberi összefogás, az emberek együttes megjelenése nagyon fontos, hiszen a rendőrség nem csak azért van, hogy az állampolgárokat, ugye azt nagyon sokan gondolják, gyorshajtás miatt és egyéb szabályszegések miatt büntesse, hanem azért is, hogy igenis együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak működni, és el tudnak készíteni közösen egy kisfilmet, ami meg is történt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság videója hatalmas előnnyel nyerte meg a Facebookon meghirdetett országos szavazást. Kimagaslóan a legtöbb szavazatot kaptuk, körülbelül 1600 szavazat volt országos szinten a Facebook oldalon, amelynek több mint kétharmadát a Tolna megyei rendőrfőkapitányság kisfilmje kapta meg. Úgyhogy nagy örömünkre szolgál az, hogy a megye lakosainak, illetve azoknak az országban élő állampolgároknak a segítségével sikerült ezt az elismerést megszerezzük. Ezek már friss képek. Budapest rendőrfőkapitánya adta át az elismerő oklevelet Szabó Csabának, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének. Nekem nagyon nagy elégtétel két aspektusból. Amikor meghirdették ezt a versenyt, önök is látják, hogy kötött volt a forma. Én azt kértem az én munkatársaimtól, hogy vigyük bele a kreativitást, jelenítsük meg benne a megyét, és jelenítsük meg azt, hogy a rendőrség önmagában társadalmi támogatottság nélkül semmit sem ér. Én azt gondolom, hogy mind a három kritérium megjelent ebbe a kisfilmbe, és ezt díjazták a nézők. A kihívást elindító budapesti rendőrfőkapitányságnál a kezdetekkor, hónapokkal ezelőtt még a fővárosban sem gondolták, hogy az ötletüknek országosan is hatalmas sikere lesz. Szerettük volna a belföldi turizmust egy picit népszerűsíteni Magyarországon, illetőleg, hogyha ezt össze tudjuk kötni a rendőrség munkájának a bemutatásával, azt gondolom, hogy ennek a kettős célnak a ötvözése az egy sikert jelenthetett, legalábbis ez volt a célkitűzésünk, amikor elkezdtük ezt a munkát, és azt gondoljuk, hogy így a munkánk végén, így a három hónap végén, büszkén jelenthetem ki, hogy sikert értünk el, hiszen mégis 4 millió megtekintése volt ezeknek a videóknak, tehát úgy tűnik, hogy a belföldi turizmusnak a népszerűsítése és a rendőrség munkájának ilyen formában történő bemutatása az érdekelt az embereket. A rendőrségnél most azt tervezik, hogy az idehaza óriási sikert elért kihívást nemzetközivé teszik. Szeretnénk tovább folytatni ezt a munkát, és megpróbálni európai kitekintéssel, Európában más országok rendőrségeinek a kihívásával tovább folytatni ezt a munkánkat. Egyébként az is mutatja talán ennek a programnak a sikerességét, hogy most már nem csak a rendőrség, hanem más szervek is elindították ezt a fajta challenge-üket. Nem kizárt tehát, hogyha a kihívásnak lesz folytatása, akkor újra elindulnak a Tolna megyei rendőrök, és ki tudja, talán újra meg is nyerik a versenyt.